Jó estét kívánok! Ez a 2022-es év első tereferéje. Egy kicsit más lesz ez a műsor, mint amit megszokhattak, mert az előző év néhány adásából válogattam részleteket. Elsőként Lupás Adrien gondolatait szeretném felidézni. Adrien a Kamara Erdei Közösségi Ház vezetője. Tavaly januárban beszélgettünk a Kálvária domb tetején, mert az az egyik kedvenc budaörsi helye. Szó volt sok mindenről, de a következő részlet a hitről szól és arról, hogy maradjunk a középpontunkban. Valamiben mindenki hisz. Van, aki a Jóistenben, van, aki egy energiában, van, aki Allahban, vagy nagy szellemben, vagy van, aki önmagában, de a hit szerintem nélkülözhetetlen. Tehát, hogy elhinnünk azt, ami a szemnek láthatatlan, elhinni a hihetetlent, és elérni a lehetetlent. Nekem ez a fő mottom, egyfajta hajtóerő is, hogy nem vagyok egyedül, van kibe kapaszkodnom, van kitől erőt kapnom, és nem csak a Jóistentől, hanem az angyaloktól is, ők az égi segítőink. Ugye tanultál teológiát, hívő ember vagy, és említetted, hogy mindenki másban hisz. A teológiai tanulmányaid alapján meg tudod fogalmazni, hogy mi az, ami közös a különböző vallásokban, a különböző hitekben? Mi az a közös pont, amiből mind táplálkozik? Mondhatnám azt, hogy a szeretet. Én azt hiszem, hogy a legfontosabb az emberi kapcsolataink, hogy abban az emberi kapcsolatban hogyan vagyunk jelen, milyen minőségben, mert semmi más nem viszünk magunkkal, hisz szembesülnünk kell azzal, hogy a földi életünk véges. De ezzel nincs vége mindennek. Amit magunkkal viszünk, az emberi kapcsolatunk. És nagyon fontos, hogy ezekben a helyzetekben mi hogy vagyunk jelen. Én is tapasztalom, volt már arra példa, amikor engem is egy-egy helyzet, egy kapcsolat megpróbál kimozdítani a tengelyemből érzelmileg. És fontos, hogy olyankor próbáljak, amikor imádkozol, és ugye tengelyedbe állsz, hogy a tengelyben maradni, és nem engedni, hogy az érzelem elsodorjon. Ez azt jelenti, hogy harmóniában lenni? Igen, tehát, hogy a szélsőséges érzelmektől, viselkedésektől távol? Hát, hogy ne egyből érzelem alapján reagáljunk, bár én nagyon érzelmes és érzékeny ember vagyok, de nagyon fontos, hogy akkor abban a pillanatban tudj elcsendesedni, és ne hirtelen válaszoljál az adott helyzetben esetleg egy, hogy ne konfliktus helyzetet generáljál. Ez nagyon fontos. Szerintem ez a legfontosabb, ez az életünk része. Tehát én azt gondolom, hogy az emberi kapcsolataink kell, hogy a legszentebbek legyenek. És akkor hogy lehet ezt a tengelyben levést elérni? Erre tudsz adni valamilyen gyakorlati praktikát? Hát nem könnyű. Ezt minden nap gyakorolni kell. Minden áldott nap. Ugye ez is egy közhelyes dolog, hogy most félig üres a pohár, vagy félig tele van a pohár. Uh-huh. Tehát amikor a reggeli napodat indítod, tedd úgy, hogy lehet, hogy ma sokat fog esni az eső, mint az én életemben, és mint a természetben. De ez az eső tud, hogy mindenhova be fog folyni, és mindent elér, és legyen olyan az én napom is, hogy legyen tele lelkesedéssel, segítőkészséggel, tehát, hogy az eső, ha már esik, akkor ezeket vigye magával. És amikor az ember kétségbe esik, akkor nagyon fontos, hogy egy pillanatra álljon meg, amit az előbb is említettem, és gondoljon arra, hogy ő most az előbb jól érezte magát, és ez azért történt, mert az ő vendége a szeretet volt.
és közölje egyszerűen a kétségbeeséssel, a félelemmel, hogy ne haragudj, de nekem az asztaltársaságom, a szeretet, és én olyan jól érzem magam vele, hogy vele szeretnék maradni. És ha csak ezeket a gondolatokat olyankor abban a pár percben végigfuttatjuk, akkor el tudunk belül is mosolyogni, és könnyebben tudjuk indítani a napunkat, vagy esetleg azt a szituációt, amiben éppen benne vagyunk, jobban tudjuk kezelni. Rédül Ádám neve Budaörsön sokaknak ismerős lehet, hiszen korábban a Budaörs Rádió meghatározó hangja volt, és a sportrajongók is találkozhattak vele, mert a budaörsi női kézilabda csapat állandó speakere. Saját bevallása szerint Budaörs rajongó természetes közegeként a stúdiót említi, de a természethez is egyre közelebb érzi magát. Tavaly februárban a kedvenc futóösvényére mentünk sétálni, ahol elmesélte a Covid-dal kapcsolatos élményeit. Íme megérkeztünk, ez a budaörsi Narnia. Ez az a terület, amiről szerintem nagyon kevesen tudnak Budaörsön. Tehát titeket is kérdeztelek, amíg nem kezdtem futni addig, én sem tudtam róla, és nagyon közel vagyok ahhoz, hogy ne csak nálatok, hanem a Kékfényben is szerepeljek. Tehát most bevállaltam, hogy így nagyon közel állok a széléhez, de hogy eszméletlen jól néz ki, hogy itt hirtelen milyen meredek az egész, és hogy meddig el lehet látni. Átestél a koronavíruson, hogy zajlott le nálad? Hát köszönöm. Nagyon érdekes időszak volt. Úgy döntöttem, hogy ezt az egészet így kamerázom, meg filmezem, abból lett is egy videó a YouTube-on. Igen, azt láttam. Igen, nagyon sok kalandom volt. Tehát, hogyha így valakit érdekelnek a részletek, akkor ezt azért érdemes végignézni, mert tök jól kiderül belőle, hogy maga az egészségügyi személyzet, meg akik dolgoznak az egészségügyben, iszonyatosan keményen és nagyon klasszul helyt álltak. De hogy a rendszer mennyire túl volt terhelve, és mennyi gubanc volt belőle, tehát például azt a papírt, hogy én karanténban vagyok, azt azután kaptam meg, miután lejárt a karantén időszak, és már igazoltam, mehettem ki, de azután még kaptam olyan e-mailt, hogy én nem hagyhatom el a lakást. Tehát, hogy ilyen teljes káosz volt, és próbáltam egy kicsit így kinyomozni, hogy minek mi a következménye, meg hova kell menni, meg hogyha nem érzel ízeket, akkor mennyi ideig normális ez, stb. És ebből csináltam videót, és ilyen kis rögtönzött Covid szakértő lettem, tehát képzeld el, utána az összes ismerősöm elkezdett hívni. Szerintem az egész ország Covid szakértő lassan. Nem győztem nekik mondani, hogy ne az én tanácsomra építsetek, kérdezzetek meg szakembereket, nálam így volt. Egyébként a legdurvább az egészben talán tényleg az volt ez az íztelenség, tehát mindenki erről beszél, de amikor ezt átéled, hogy semmi íz, és akkor tesztelgettem wasabis mogyoróval, és semmi, tehát hogy ezt így elmondom, de nagyon negatív élmény volt. Ez volt októberben, ha jól tudom, ugye? Mm-hmm. És igen. Visszajött az ízlelésed? Azt hiszem, igen, bár a fahéjra gyanakszom, persze azt is tudjuk, hogy már nem ugyanolyanok a termékek, mint gyerekkoromban. Emlékszel, amikor régen olcsón vettünk kenyeret, meg volt kis gombóc, hogy na, ideig nem akarok eljutni a beszélgetésekben. Szóval, hogy az egyik ilyen fahéjas műzlinél azt éreztem, hogy ez kevésbé fahéjas, de ennyi. Tehát ezen kívül azt mondom, hogy minden rendben van. Azt mondtad az egyik ilyen covidos videódban, hogy pillanatok alatt öreg ember lettél. Ezt jaj, hogy hát ez értetted? Nagyon kemény. Igen, tehát hogy előtte ugye, tehát azért most kiliegtem magam, tehát hogy már elmúlt ez a forma, hogy csak úgy ide egyből fölfut az ember, remélem, hogy visszajön még, de hogy ott egy elég fit állapotból zuhantam bele ebbe az egészbe, és tényleg hihetetlen volt, hogy az, hogy titokban este leviszed a szemetet, hogy senkivel ne találkozz, az mennyire kifáraszt, úgyhogy az első emeleten laksz. És egyébként ez egy külön kedvenc sztori, hogy direkt kinéztem a legkésőbbi időpontot, amikor le lehetett menni, senkivel ne találkozzak, tudtam, hogy fertőző vagyok, maszkot vettem, csak a szemetet akartam levinni, és nem belefutottam egy szerencsétlen kukaturkáló emberbe, akit megpróbáltam messziről elkerülni és úgy kidobni a szemetet, sikerült is, és kézzel még meg is szólított. És akkor én voltam a világ legbunkóbb embere szerintem, mert így elfordítva válaszoltam, fölmutatott valami kabátot, és kérdezte tőlem, hogy ez férfi vagy női. Én meg elkiáltottam a távolba, hogy férfi, és futottam föl. A legfárasztóbb tevékenységem volt egyébként fizikailag, de hogy nagyon mörfi, hogy ilyenkor azért mindenki megtalál, és próbálod kerülni az embereket,
Tehát ugye maga a teszt is, hogy a tesztre úgy kell elmennem, hogy én magam megyek el. Tehát gyakorlatilag leparkolok, ott be kell fizetnem a parkolási díjat, mert akkor még volt, akkor el kell jutni oda, ahol a teszt van. Egy csomó emberrel találkozol. Miközben rosszul érzed magad fizikailag. Igen, és egyrészt baromi fáradt vagy, másrészt én időzített bombának véled magad, és én aztán tényleg mindent be akartam tartani, tehát hogy próbáltam úgy helyezkedni a zebrán, hogy mindenki 2 méteren kívül legyen. Tehát hogy én erre nagyon figyeltem, és valahogy Murphy mindig olyan helyzetekbe keveredik ilyenkor az ember, amikor hát valahogy meg kell oldanod, és a másik meg nem érti, hogy miért kerülöd, vagy miért nem nézel az arcába. Igen, egyébként érdekes, hogy mit hoz ki ez a rendkívüli helyzet az emberekből. Sokakban félelem jelenik meg, és nem tudják, hogy hogy kezeljék a helyzeteket. Te nyíltan beszélsz róla, hogy hívő ember vagy, és megfogalmazódott bennem az, hogy talán akkor te jobban tudod kezelni a félelmet, vagy a bizonytalanságot, vagy a hited által van valamiféle bizonyosságod. Segített ebben az időszakban az Isten hit? Igen, segít. Egyébként ez a hely ebből a szempontból is ikonikus nekem, hogy nem egyszer van az, hogy ide leülök, és szeretek Bibliát olvasni itt, mert ez egy nyugodt, meg békés. És főleg azon a részén segített, hogy a szüleim. Tehát, hogy magunk miatt ugye a feleségemmel annyira nem aggódtunk, mi fölépülünk. Tehát, hogy nagyon kevés esély volt arra, hogy nem. De hogy a szüleim, akik már idősebbek, veszélyeztetett helyzetben vannak, nem is jó az egészségügyi állapotuk, stb. Szerintem nagyon reménytelen időszak, vagy nagyon nehéz időszak lehet ez, hogyha az ember csak magában próbál bízni. És nem mondom azt, hogy Isten egy nyerő automata olyan értelemben, hogy bedobod fönn a 100-est és megkapod a kóládat, de olyan értelemben meg az, hogy bedobod a 100-est és megkapod lenne a fontát vagy kólát vagy valamit, amit ő a legjobbnak gondol neked, és így mindig bebizonyosodik, hogy amit ő akart, az úgy jó volt. Tehát ezt azért mondom, mert nem vagyok biztos benne, hogy azért, mert én Istenben hiszek vagy rátámaszkodok, ezért most 100%-os biztonságban vannak a szüleim, de tudom azt, hogy ez az Isten ez nem akar nekem rosszat, és ez egy megnyugvást ad. Temesiné Hák Beatrix tavaly januártól igazgatója a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtárnak, de már közel 25 éve dolgozik a helyi bibliotékában, így jól ismeri az intézményt, a kollégákat és a budaörsiek kölcsönzési szokásait. Mint mondja, olyan, mintha hazajárna. Hobbija részben a szakmája is, ugyanis imád olvasni, és elmondta azt is, hogy miért. A könyv az többféle élményt ad egyszerre neked. Ad neked érzelmi, ad neked történeti, ad neked... Hát, vagyis el kell képzelni. Képzeletben abszolút. Tehát egy sokkal összetettebb élményt ad a könyv, mint ha odamész. Amikor az a vágyunk, hogy utazzunk valahova, és ott elmegyünk a vágyott helyre, hogy az az élmény, amit ott szereztél, arról a földrajzi környezetről, a helyi viszonyokról, az olyan hosszú távon kitörölhetetlen, ezt nem kétlem. De olyan komplex élményt semmi nem ad, mint egy könyv. Tehát az nekem a legfontosabb élménye a könyvnek az az érzelmi ráhatás. Tehát nálam az érzelmek elsősorban, és az ismeretterjesztőnél, a szakkönyvnél pedig a téma érdekessége. Uh-huh. Akkor sírsz, nevetsz? Én mindent. A könyvvel, a könyvön? Mindent. Szórakozom, baromira izgulok, hogyha olyan szórakozom. Tehát kutatom benne, hogyha valami nagyon érdekel egy témában, és hogy hol van az. Tehát a kutatási dolgok is benne vannak. Tudjuk nagyon jól, hogy a film is, persze valahol közvetít érzelmeket, történetet, de az mégsem az a spontán hát ott ugye kész képeket kap a pontosan, néző, nem pontosan. Neki kell elképzelni. Így van, tehát ami technika, az kész. Ami a fejünkbe játszódik, azt mi alkotjuk meg, az a fantázia fejlesztés, és az a fantázia. Na most itt a technikai dolgoknál egy kérdés, ami számomra is felvetődött, hogy igen, az e-book. Tehát, hogy a könyvolvasás formája, hogy abszolút nem vetem meg, csak mondjuk én vagy a hozzám hasonló nemzedék már nehézkesen használja ezt.
De az, hogy a fiatalok elbukon, az tehát én a könyv erejében hiszek, és nem elsősorban a formájában, a formátumában, az írás a könyv erejében. És akkor hogy látod a könyvtár jövőjét? Egy idő után minden digitalizálva lesz? Nem létezik, tehát ilyen kincset, ennyi irodalmat, ez őrületes mennyiség ahhoz, hogy digitalizálják. Nem, én azt remélem, hogy párhuzamosan futnak ezek a dolgok. És mind a kettő működik, és kinek mihez van kedve, mert például az, hogy utazáshoz én egy e-bookot használok, mert nem akarom cipelni, de hogy otthon jól esik nekem levenni a polcról azt a könyvet, azt a lexikont, vagy azt a, mit tudom én, bármiféle papírdokumentumot, az megint egymás. Tehát így a funkciójában változhatnak a dolgok, és szerintem simán lehet igény erre is, meg arra is. Hisz a kisgyerek is azt imádja, hogy lapozgatja a könyvet. Miért veszne ezt felnőtt korra? Azért, mert nincs időnk. Hát nem, persze, azokon a helyeken, ahol erre nincs idő, meg nincs megfelelő tér, meg eszköz, hát ott miért ne használjuk az e-bookot? Azonban máshol meg miért ne lehetne idő arra? Arra van időnk, amire akarunk, amire és hogyha ilyen okos anyukák vannak, meg okos apukák, akiket mostanában így elég sokas, nagy számban látok, és ez egyszerűen, tehát így dobog, ami most beszélve, így dobogtatja a szívem, hogy vannak anyukák, vannak családok, akik csoportosan, több gyerekkel, A-tól Z-ig korosztály, jönnek a könyvtárba, és így kompletten és rendszeresen, és ez pár éve beinduló tendencia, tehát ezekből biztos, hogy olvasó és könyvbarát gyerek lesz. A másik az, hogy az anyuka is átkerül a felnőtt könyvtárba, átsodródik, tehát ő is inkább hozzájut ahhoz, ami esetleg lehet, hogy szűken, lehet, hogy csak egy könyvet választ, mert annyira kevés ideje van annyi gyerekkel, vagy a gyerekkel, de mégiscsak. Ambrus András 1925-ben született Székelyföldön. Gyergyó alfaluban nevelkedett, majd 1948-ban jött Magyarországra. A II. Világháború miatt középiskolai tanulmányait nem tudta befejezni, az érettségit már Budapesten szerezte meg, majd azonnal felvételt nyert a színművészeti főiskolára. Életéről mesélt tavaly júniusban, ebből idézünk fel most egy részletet. Macskámmal, drága feleségemmel, ketten 35 évvel ezelőtt költöztünk ide Budaörsre. Előtte is már nagyon sokat voltunk itt, már egy faházikó épült, ezzel kezdtük az itt lakást, aztán egyre többet voltunk itt. Nagyon érdekes élmény az, hogy a feleségem, aki magyar szakos tanár volt, rengeteg dolga volt, mert sok tanulója volt, sok dolgozatot kellett javítani, és nagyon elfáradt mindig szombatra, és 20-szor, 100-szor történt meg az, hogy indultunk ki, hogy aztán itt lefekszünk a faházikóba, és mindjárt szombat este nagyot alszunk, vagy szombat délután. És mindig az történt, hogy a feleségem felébredt, mihelyt ideértünk a dombra, a hegy alá, és akkor nekiállt, és nagyot kapált, vagy gyomlált, valamit csinált. Na, ez volt az érdeme ennek a kertnek, és az, hogy nagyon jó volt itt tölteni az éjszakát.
Mindenek előtt el kell mondjam, hogy ő is Székelyföldről származik, a szomszéd megyéből, más vallású volt, református, de összecsiszolódtunk, és rengeteget tudtunk dolgozni. Na most menekülésünk oka mind a kettőnknek az, hogy ő elvégezte a polgáriskolát, és úgy tűnt, hogy nem tud tovább tanulni, mert olyan volt az új román világ, az gyalázatosabb volt, mint az előző román világ. És megéreztük azt, hogy itt nekünk jövünk nem lehet. Mikor volt ez? Hányat írtunk? 47-ben jött át, én 48-ban. A világ végére akartam menni, de a kezembe került egy ismerősöm, itt Bonyhádon adta a kezembe a hirdetést, hogy a színművészeti főiskola a kollégiumnak a épületében akar rendezni egy szakérettségi évfolyamot, hogy azok, akik a háború alatt nem tudtak leérettségizni, azok elvégezzék a középiskolát. Hát akkor jelentkeztem a kollégiumba, és ott elvégeztem az évfolyamot, és a főiskolára felvettek azonnal. Korábban is eszébe jutott, hogy színész szeretne lenni? Na most, abban a községben, egy nagy község volt, 6-7 ezer lakósú, miénk volt a legnagyobb kocsma, és miénk volt az úgynevezett táncterem, ahol minden művelődési folyamat lezajlott. Táncok voltak, színházi bemutatók, vándorszínészek jártak arra, azt hiszem, hogy ez volt a késztető erre, hogy én színésznek jelentkezzek. Gyergyó Újfalu, ugye? Alfalu. Alfalu, bocsánat. Alfalu. Gyergyó Alfalu, amelyik elindítója a csíksomlyói búcsúnak. Na most sok tapasztalattal rendelkezem, sok mindent megéltem ebben az életben, és például annak köszönhető, amit tapasztalatból merek elmondani, hogy a szászokhoz sokszor szállítottunk rengetegszer lécedeszkát, gerendát, és vittünk cserébe bort. Tehát cserekereskedelem volt, és ott kellett tapasztalnom, amit itt közbevetőleg elmondok, hogy én személy szerint tapasztaltam, akkor már román iskolába jártam, mert sajnos kénytelen voltam 3 évig ott járni, és már valamicskét beszéltem románul, és azt tapasztaltam, hogy a szász falvakban, több faluba jártam, jóformán senki nem tud magyarul. Van, aki egy szót se, és nem is akar beszélgetni. De a gyerekekkel, a magam korú gyerekekkel tudtam románul beszélgetni. Tehát a szászok több száz évig nem voltak kényszerítve megtanulni magyarul, hanem a román uralom 20. esztendejében már a gyerekek jól beszéltek románul. Na most ezt azért mondom el, mert sokszor elhangzott, és fog még elhangzani, mentségül, nem csak magyarázatul azoknak, akik a trianoni mészárlást elvégezték, hogy
azért történt az egész, vagy azért is, mert itt a magyarság elnyomta a kisebbséget. Hát ez hazugság, mert a szászoknak nem kellett megtanulni, és gondolom a többieket se késztették, kényszerítették arra, hogy megtanulják a magyar nyelvet. Ennyit erről. Balázs Eszter mesterlogopédussal is beszélgettem tavaly. Logopédusi pályafutása mellett sokan ismerhetik énekesnőként is. Az 1969-es Táncdal Fesztiválon a Nem tudom a szemem levenni rólad című számával jutott a döntőbe. Bár életre szóló hivatásának a logopédiát választotta, a zene és az éneklés mindennapi életének a része maradt. Beszédtanításról, zenéről és a kettő kapcsolatáról is szó volt. Szemem levenni rólad, betegült a hozzám, akárki szólhat, süket vagyok én. Állok, mint egy szobor, kövén eredve, beleszugerálom a két szemedbe, belehagyok én, hogyha nem leszel enyém. Felkelek, megjelenik a fejemben egy dallam, és mostanában rászoktam arra, hogy nem csak a fejemben dúdolgatok, hanem hangosan. Nem hangosan, mert ugye nem hangosan énekelek, de dúdolok, szinte egész nap dúdolok, mert azt érzem, és ezt a munkámban is használom, hogy az éneklés maga, mint tevékenység gyógyít. Tehát amikor kisdadogókkal dolgozom, ott egész órán énekelünk. És én tudom, hogy, mert az éneklés és a beszéd ugye rokon tevékenységek, ugyanazok a szervek szerepelnek benne, csak az a nagy különbség, hogy az egyiket, a beszédet, azt a bal agyfélteke irányítja, az éneklést, azt pedig a jobb agyfélteke irányítja. És az a dolgunk nekünk, beszédtanároknak, hogy ezt a jobb agyféltekét meghívjuk a bal agyfélteke gyengesége miatt, hogy segítsen neki, hogy szebb legyen a beszéd, mert mindig el is magyarázom a klienseimnek, de ezt elég fontosnak tartom, bele is írtam ebbe a kis könyvecskébe, ami nemrég megjelent, hogy minden, ami szép a beszédben, a zene. Mert hogyha van a beszédben ritmus, dallam, tempó, szünet, váltások, tehát hangerőváltás, hangmagasságváltás, ugye ez a dallam, akkor az a beszéd szép, mert a robot is tud beszélni. De így, ugye? Se ritmusa, se dallama, se szünet nincs benne. És a beszéd, ha szép, akkor bizony zene. Tehát nem válik el a zene az én számomra a beszédtől olyan nagyon, és hát alkalmazom a munkámban is, most is, még online is, tegnap is. Egy kisfiúval, az anyukájával, 8 éves kisfiúval, itt táncoltam. Mackó, mackó, ugorjál, mackó, mackó, forogjál, tapsolj egyet, ugorj ki. És ők is aztán, és akkor ő táncolt, én énekeltem, én táncoltam, ő énekelt. És ezt meg lehet csinálni az interneten is, ugye, mert most a vírus miatt csak online tudok dolgozni, de dolgozom, és azon dolgozom, hogy hogy lehet ezeket a nem online formára kitalált gyakorlatokat mégiscsak valamilyen szinten megcsinálni digitálisan is. Akkor az éneklésnek az a része nem hiányzik, hogy ez színpad, egy színpad, igen, igen, hogy előadásmód legyen. Hát, nem is tudom. Olyan sok tapasztalatot szereztem már a színpadon. És ha visszaemlékszem saját magamra, amikor fiatal voltam, bizonyos kor után úgy éreztem, hogy mit keres ez még itt a színpadon? És én azt nem akarom, hogy a fiatalok ezt gondolják én rólam. Viszont ezeket a tapasztalatokat, amiket én ott összegyűjtöttem, nagyon-nagyon jól tudom használni a munkámban. Egyáltalán, hogy meg tudjál jelenni emberek előtt, hogy ki tudjál menni egy színpadra, hogy egy kamera előtt tudjál valahogy beszélni, vagy énekelni, vagy mozogni, mindegy. Tehát, hogy a látottságot, azt elviselni, nem csak elviselni, hanem abban
magadat kidolgozni. Meg akkor te tudod, hogy miről beszélsz, amikor színpadi jelenlétet tanítasz, meg megjelenést, meg beszédet. Igen. Azon kívül van alkalmam szerepelni, mert olyan szerencsém van, hogy van egy kör a szakmában, aki engem szeret, aki engem elfogad, aki engem becsül, és kíváncsi a véleményemre, és akkor meghívnak engem előadásokat tartani. Uh-huh. Tehát szerepelni lehet, és nagy örömömre szolgál, hogy ezt tehetem is elég gyakran. Na akkor beszéljünk egy picit a Beszédre fel könyvről. Ez tavaly jelent meg 2020-ban, ha jól tudom. Igen, karácsony előtt, úgyhogy és nem egy, olyan rég. És egy nagyon vastag, 300, több mint 300 oldalas kötetről van szó. Ebben benne van minden, amit jelenleg tudsz? Azért nincs benne, mert nagyon pici fejezet foglalkozik az online tréningekkel, és azóta ugye már eltelt, mióta ezt ugye nem akkor fejeztem be az írást, amikor megjelent, hanem korábban, nyáron. De már akkor is volt ugye az első hullám, tehát ott volt már egy kis alkalom, hogy online dolgozzak. Csak még nem volt annyi tapasztalatom. Nem volt annyi tapasztalatom. De valamennyit bele tudtam írni. Viszont most rengeteg tapasztalatom kezd lenni, hogy mi az, amit másképpen kell csinálni, hogyan kell előkészíteni. Borzalmasan fontos a körülményeknek a biztosítása, ugye a műszaki feltételek, a világítás, egy csomó minden, ami ha nem jó, akkor úgy nem tudsz dolgozni, mint hogyha nincs szék a szobában. És könnyen alkalmazkodsz, vagy inkább dühít, idegesít ez a helyzet, hogy most akkor ilyenekkel is foglalkozni kell? Eleinte nagyon dühített, meg eleinte frusztrált inkább. Nem is azt mondom, hogy dühös voltam, hanem úgy éreztem magam, mint akinek le van kötözve a lába, és úgy kell táncolni. És azt vettem észre a végén, így, hogy belemászok a képernyőbe az óra végére, mert át akarok rajta menni. Na most már ez nincsen. Viszont vannak dolgok, amiket meg nagyon kezdek élvezni, amit nem is próbáltam volna ki, ha nem kerülök ebbe a kényszerhelyzetbe. Akkor hogy van benne jó is. Mik ezek a dolgok? Például az, hogy videófelvételen kérem a házi feladatot. Uh-huh. Tehát látom azt, hogy, mert ugye most már annyira könnyű saját magadról felvételt csinálni, hogy benyomja a saját gyakorlását, és már küldi is nekem. És akkor megnézem, hogy mi nem jó, mi az, amit még javítani kell, merre lehet haladni. Tehát, hogy sokkal tudatosabb az ő gyakorlása is, amikor saját magát is megnézheti. Olyan érdekes ez, hogy például ez. De más is. Most egy csoportos online tréninget vezetek, amit hihetetlen, nem is gondoltam, hogy lehet csoportot is csinálni, már így beszéddel, igen. Mert úgy lehet csoportot csinálni, hogy én előadok, te meg hallgatod, és akkor akár hány százan is hallgathatják. De hogy mindenki aktív részese legyen ennek az egész folyamatnak, ez bizony ki kellett dolgozni a munkamódszertanát. Emlékszel a pályafutásodból hasonlóan kihívást jelentő időszakra? Nem. De azt tudom, hogy én annyira szeretek dolgozni, hogy ezért vagyok kénytelen, vagy ezért tudok, vagy ezért vagyok képes leküzdeni ezeket az akadályokat, mert nem tudom elképzelni az életemet, sokszor megpróbáltam, nem tudom elképzelni az életemet munkanélkül. Ez nagyon furcsa, és ettől félik is egy kicsit, hogy mi lesz, ha nem fogok tudni dolgozni, mi lesz akkor velem? Ha érdekli önöket, hogy folytatódik a beszélgetés, akkor a TV 2040 YouTube csatornáján megnézhetik az összes Terefere műsort. Ha van ötletük, hogy kikkel beszélgessek az idei Tereferékben, akkor írják meg a tv2040@tv2040.hu e-mail címre. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!